Sziasztok, Csillag Dávid vagyok. A mai videóban elkísért engem Víg Gábor kollégám. Sziasztok! Gábor, megérkezett hozzánk az új Ubiquiti termék. Így van. Ami? Ami nem más, mint a DreamWall. Várva várt eszköz. Nagyon sokan érdeklődtek iránta. És hát annyit elmondhatunk szerintem még, mielőtt megnéznénk a terméket, hogy ez a DreamWall, ez követi tulajdonképpen az UDM, tehát a Dream Machine-nek a filozófiáját, ami nem más tulajdonképpen, hogy több eszközt implementáltak egy eszközbe. Így van. De mielőtt elmondjuk, hogy konkrétan mit is tartalmaz, szerintem nézzük meg. Óriási mázi, hogy itt van egy. Nem kicsi. Hát igen, a csomagolást azt nem bízták a véletlenre. Mint láthatjátok, itt van a kicsike, képetesen élve, mert hát ugye ez nem pici a maga 10 kg-os súlyával. Csomagolás minőségbe hozták a szokásos elvártat. Szerintem teljesen jól védett a csomag. Úgy nézzük még meg, hogy mi van benne, nem? Nézzük meg. Azt megfogom, ezt egyszer átadom. Maga a termék, azt már láttátok. Ezen kívül találhatunk a csomagolásba egy rozsdamentes acélból készült falikonzolt. Egy használati útmutatást. Egy tápkábelt. És néhány tiplit megcsavart. Szerintem nézzük meg közelebbről. Ezt egy picit visszaadom most neked. Visszatérve a falikonzolra. Nézegettem már, szerintem egy teljesen jó megoldást adott. Annyit könnyítettek nekünk a Ubiquiti-ek, hogy ezt csak fel kell fúrni a falra, és a DreamWall-nak a hátulján található egy konzol, amivel csak fel kell akasztani, és rá kell nyomni a konzolra. Szerintem ezt nézzük is meg, hogy hogy néz ki. Ez egy elég masszív darab. Ez nem műanyag, hanem acél. Így van. És ez itt szépen beakad. Uh-huh. Hát azért szerintem ez szükséges is, mert hát mint mondtam, ez 10 kg, és hogyha ezt felrakjuk a falra, akkor nem árt, hogyha van neki egy stabil felfogatása. De szerintem beszéljünk róla, hogy mi ez a DreamWall. Tehát mi van benne? Mi nincs. Vagy mi nincs. Konkrétan. Szervizben ugyanazokat a szervizeket tartalmazza, mint a Dream Machine. Ugyanúgy benne van az Access-től elkezdve, a Unify Controlleren át, a Talkon keresztül minden. Kaptunk bele nagyon sok portot, erről egy picit később. Van benne két darab PSU, 550 wattos teljesítménnyel. Kaptunk az erejére egy pici kis kijelzőt, ami úgy szintén ugyanarra képes, ami a Dream Machine Pro-n található, illetve az S-en. Mit kaptunk még hozzá? Hát ugye van benne egy AX-es Wi-Fi. Igen. Ami 2-4-en 2x2. 5G-en pedig 4x4. Így van. Azt hiszem 2,7 gigabit throughput-tal. Meg hát elég sok portot. Szétszedjük? Szedjük. Talán úgy lesz a legjobb, hogyha ez belülről... Szerintem menjünk kintről befele. Oké. Ahogyan mondtam, kaptunk hozzá két darab PSU-t, ugye ezek hátplagosok. Mindegyiken található egy-egy LED, ami? Hát, hogyha minden szuper és jól működik, akkor kék színben világít. Ha pedig valami gond van, akkor borostyán, ugye? Borostyán, így van. Így van. Ugye ezek menet közben bármikor cserélhetők lesznek. Tehát így ennyi a csere. A PSU-k mellé kaptunk még beépített 128 gigás SSD-t, ami tovább bővíthető egy microSD foglalattal, minimum 128 gigás microSD kártyát kell beletenni. Inputra kaptunk egy 230-as AC-s tápot. Így van. Van egy 10 gigás SFP-s uplinkünk, illetve egy 2,5 gigabites Ethernet uplinkünk. Ethernet portokba kaptunk összesen 12? Igen, 12 PoE port. 12 PoE portot, 4 darab sima Ethernet portot, de meg is mutattam őket. Úgy van, hogy az első 4 PoE a sima standard AF PoE, a következő 4 PoE, ugye a PoE Plus-ként üzemel,
AT, a következő 4 PoE BT PoE, a következő 4 port a sima standard gigabites Ethernet portok, illetve kaptunk egy 10 gigás SFP-t. Igen. Még annyit visszatérve a PoE portokra, hogy összesen 530 watt büdzsével számoltunk velük. Egyébként, ahogy beszélgettünk róla, volt valami észrevétel, nem itt a portokkal kapcsolatban? És annyi észrevételem volt vele, hogy maga az invol úgy lehet felszerelni a falra, hogy a portok fölfele állnak. Ezzel nekem annyi félelmem volt és annyi megjegyzésem volt, hogyha például van egy kültéri kamera, akkor a kábel könnyen megsérülhet, és azon keresztül ugye víz folyhat bele. És mivel nem tudod normálisan megoldani azt, hogy elvezesd a vizet, mivel a portokra fölülről állsz be Ethernettel, így nagyon könnyen elgázhat az eszköz. Igen, talán a termék kialakítás akkor igazából szerintem nem tudták megoldani máshol a tegyék. Tehát ugye alul vannak a tápegységek, oldalt a processzor, egyszerűen szerintem fizikailag nem fért el máshová. Hát igen, oldalra fordítva meg hatalmas lenne az eszköz. Túl sok helyet foglalna a falon. És hát amiről még beszélnünk kell, az a maga a processzor, ez egy nagyon jól ismert egység. Ez az ARM-nak a Cortex A57-es csipje, ami 4 maggal és 1,7 GHz-es órajellel üzemel. Ez teljesen ugyanaz, ami a Dream Machine-ban van. Dream Machine SE-ben is ugye ez van, tehát tulajdonképpen itt nem hoztak semmi újdonságot. Ugyanaz a 4 GB-nyi DDR4 memória van. Én azt gondolom, hogy a jól megszokott és jól bevált eszközökből főztek, és alakítottak ki valami újat. Amiről még nem beszéltünk, az a config. Ugye az eszköz konfigurálhatjuk Bluetooth-on keresztül, telefonos applikációval, Wi-Fi-n, illetve Ethernet-en keresztül is. Hát úgy nagy vonalakban körülbelül a DreamWorld-ról ennyit tudunk, ennyit láthatunk még, ugye ez a legelső darab, ami beérkezett hozzánk, tehát a tesztelés az még hátra van. Viszont lesz ennek a terméknek egy pro verziója, amiről még olyan sok mindent nem tudunk, bár azt is mondhatnám, hogy sok mindent, de inkább csak sejtetően. Hát adatlapunk hivatalos még nincs. Hát a képekből annyit meg ki tudtunk hozni az egészből, hogy a PSU-k kikerülnek az eszközből, azok egy külön eszközben lesznek benne, helyette be lehet tenni két darab HDD-t. Így van. A külön eszköz lesz maga a tápegység, amiben akkumulátorok is lesznek a PSU-k mellett, ergo ez egy szünetmentes tápegység lesz. Méretben nagyjából az eszköz fele, satsz per. Szerintem itt a Pro verziót ezt próbáljuk megmutatni, hogy valahogy hogy nézhet ki. Ugye kaptunk gyári videókat, meg képeket. Ez az alap DreamWorld. A videók alapján a DreamWorld Pro-ban itt középen fog elhelyezkedni egy elvileg 7-szoros kijelző. Touchscreen-es, ami touchscreen-es, ugye sokkal informatív lesz, mint ez a kicsi kijelző. Mint itt láthatjuk, a processzor az ezen a részen helyezkedik el, viszont a Pro-ban át fog kerülni erre az oldalra. És itt fognak elhelyezkedni a HDD-k, a két darab HDD-nk, a PSU-k pedig kikerülnek innen, ami egy külső egységbe fog átkerülni, ami majd tartalmazza ugye azt a 6000 mAh-es külső szünetmentest, amivel majd tudjuk szünetmentesíteni az eszközt, és hát a betápunk útvonala is innen a termék széléről átkerül majd a közepére, alá. A kijelző alá. Úgyhogy mondhatni kardinális változások fognak történni, maga a méret elvileg az ugyanez marad, de egy kicsit át kell majd a belsét variálnunk. Dávid, te hogy látod, ez tulajdonképpen neked, mint műszaki szemmel nézve, hova lehetne ez igazán ideális, ez a termék? Mert azért lássuk be, mindenhova nem lesz jó. Hát én megmondom őszintén, maga az elképzelés szerintem zseniális. Főként irodákba, kisebb üzletekbe, otthoni felhasználásra ajánlanám. Nekem ami félelmem a PSU-kkal kapcsolatban, ugye az a ventilátor, hogyha beragad, nem tudom, hogy arra kapunk-e bármilyen faluthihez, gondolom igen, azt ugyanúgy a hardplugként ugye tudjuk cserélni, csak az most szét kell szedni, ki kell cserélni a ventilátort, vissza kell tenni. Illetve a Pro verzióban még annyi különbség van, amire ugye nem beszéltünk, hogy ott a maga az eszköz kap két ventilátort az oldalára, ami viszont úgy szintén nem hardplugos ventilátorok lesznek. Ide alulra fognak bekerülni. Szerintem egyetértek veled, mindenféleképpen kis vállalkozásokhoz, esetleg családi házakhoz fog ez a termék igazán ideális lenni, ahol mondjuk megpróbálnak elhagyni egy regszekrényt, mert azért, ahogy el is mondtuk, ez is egy olyan termék, mint a Dream Machine. Tehát egyesítenek benne egy switchet, kapunk egy PoE switchet, van Wi-Fi AP-nk, szünetmentesíteni tudunk. Tehát tulajdonképpen csak rengeteg veszünk egy vasat, így van, rengeteg helyet spórolunk, és hát szép. Tehát ezért nem kell berakni egy ormótlan regszekrényt, még ha csak kicsi is.
ezt ki lehet rakni akár egy látható térbe is, de egy komoly vállalatnál nem hiszem, hogy ennek lesz bármilyen nemű foganatja. Ezt én se gondolom. Hát itt láthatjuk azért az integráltsága egyfelől előny bizonyos szempontból, viszont azért vannak buktatók is, nem? Tehát, hogy hát igen, sérülékenységek, nem mit gondolsz erről? Ugye a fő probléma az, hogy egy eszközben van benne minden. Ha meghibásodik, azzal a teljes otthoni rendszer megáll, vagy a teljes irodai rendszer felhasználástól függően. Ugye benne van a kamerarendszer, benne van a beléptető rendszer, benne van a kontroller. Ez egy nagy veszélyfaktor. Mindenképpen. De hát ezt mérlegelni kell valószínűleg vásárlás előtt, hogy valakinek megéri ez vagy sem. Azért ezeken a veszélyeken a proverzió valamennyivel csökkent, nem? Tehát... Hát igen, mert ugye abban már két darab HDD-t tartalmaz, ami gondolom, hogy RAID-be össze vannak kötve, így ha ott az egyik meghibásodik ezzel ellentétben, amiben egy darab SSD van, akkor azzal még mindig jobban járunk, mert ugye azt kicseréljük, és akkor újra lesz rá kötet, így megmaradnak az adatok. Plusz a szünetmentesítés. Plusz a szünetmentesítés, így van. Hát az árát azt még nem tudjuk egyébként, hogy a Pro mennyivel fog majd többet kóstálni. Szerintem ha szétszednénk külön-külön és megpróbálnánk ezt összeadni, tehát hogy vennénk külön egy switchet, egy security gateway-t, ugye, amit tartalmaz. Plusz rex-screen. Plusz JXSAP, tehát nem feltétlenül jönnénk ki belőle olcsóbban. Igazából a Dream Machine is ezért megy nagyon. Valószínűleg a Dreamwall is ezért fog, én úgy gondolom, hogy nagyon menni, mert árérték arányban elég jó. Ezt én is így gondolom. Szerintem egy jól sikerült termék. Meglátjuk, mennyire forja ki magát. Köszönjük, hogy megnézhetek minket ismételten, ha még nem tettétek, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és lájkolni minket. Sziasztok! Sziasztok!